Zirzen Janka díjat kapott pedagógus nap alkalmából Cető Mónika, a zuglói Heltai Gáspár általános iskola igazgató helyettese, aki itt van velünk a stúdióban, és akinek ezúton is gratulálunk a kitüntetéshez. Volt valami kis ünnepség az iskolában belül is, esetleg a diákjai felköszöntötték? Igen, hát már eleve a díjkiosztó gálára is eljöttek egyes tanítványaim, mint kiderült, ők is tudtak róla, csak én nem. Tehát ez teljes mértékben titokban zajlott, tehát a mögött szervezte le igazgatónőm Földesné Fábián Csilla, mind az előterjesztést, mind pedig magát a kis ünnepségnek a lebonyolítását, leszervezését. Meséljen néhány szóban az iskoláról és arról a munkáról, amit ott az iskolán belül végez. Ha jól tudom, akkor egy különleges pedagógiai programmal dolgozik a Heltai. Igen, tehát egyik oldalról különleges, nagyon különleges az a pedagógiai munka, amit mi végzünk minden nap a kollégáimmal az iskolában. A másik oldalról pedig mi is egy normál 8 év folyamos általános iskolának számítunk, hanem annyival kiegészülve, hogy a Montessori pedagógiát 2001-től bevezettük. Ez napjainkra Montessori szemléletű oktatónevelő munka lett, és ezt kiegészítjük több olyan pedagógiai módszerrel, amit azt gondolunk, hogy a gyerekeinknek mindenképpen jót tesz, illetve hát nagyobb hatással tudjuk őket képezni. A lényeg a következő, hogy nagyon innovatívak vagyunk, minden olyan módszerre nyitottak vagyunk, ami elősegíti és hatékonyan támogatja a mi munkánkat. Akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit eltér a idézőjelben normális általános iskoláktól, tehát nyilván azok a szülők keresik ezt az iskolát, akik valamennyire ismerik ezt a módszert, vagy legalábbis bíznak benne annyira, hogy ide adják a gyereküket. Én azt gondolom, hogy igen, egyik oldalról mindenképpen eltérünk a normáltól, másik oldalról azért tudni kell, hogy mi ugyanúgy a normál tantervet követjük. Én azt gondolom, hogy inkább abba a szemléletbe térünk el a másfajta általános iskoláktól, hogy mi rendkívül nyitottak vagyunk. Tehát azért külföldön ezek nagyon jól bevált programok, és sohasem csak a hagyományos elvű oktatónevelő munkát végzik az iskolák, hanem minden olyan innovációt bevezetnek, illetve beillesztenek, ami hatékonyan működteti ezt a dolgot. Hányan járnak az iskolában? Milyen méretű iskolában? Kisebb iskola vagyunk, tehát kisebb létszámú iskolának számítunk. Ettől függetlenül nagyon jó a létszámunk, 286 fő. Én azt gondolom, hogy ehhez a pedagógiai munkához, amit mi végzünk, ez nagyon abból a szempontból nagyon jó, hogy könnyen átlátható, és mindent tudunk a gyerekeinkről. Tehát minden olyan információnak a birtokában vagyunk, ami azt gondolom, hogy az ő fejlődésük érdekében szükséges, illetve hát az ő mindennapjaik. Rengeteget beszélgetünk a gyerekeinkkel. Ugye mi már a reggeleket úgy indítjuk, hogy egy beszélgetőkörrel, tehát minden olyan oldás érdekében működtetjük ezeket a dolgokat. Mennyire kapnak visszajelzést, akár a gyerekekre gondolok, akár a szülőkre is arról a munkáról, amit végeznek, és ami, ha jól értem, azért hát egy nagyobb leterheltséget jelent a pedagógusoknak, mint amit talán megszokott. Mindenképpen, de a kollégák nagyon elhivatottak. Tehát aki nálunk dolgozik, ők ebben hisznek, ebben a szemléletű munkában. Folyamatos a visszajelzésünk. Hát ugye ránk ugyanazok a törvények vonatkoznak, mint az összes többi iskolára, tehát folyamatosan jelen van a szülői elégedettségmérő mérés, illetve hát a diákok körében nem annyira, de hát ugye a beszélgetésekből azok mindenképpen kiderülnek, hogy nekik mik a szükségleteik, mire lenne igényük, és hogyan fejlesszük tovább a saját munkákat az ő hatékonyságuk érdekében. Ugye a kérdés az részben az iskolára vonatkozott és a pedagógus karra, de vonatkoztathatjuk önre is. Tehát az ön munkájához milyen visszajelzés érkezik, akár a szülőktől, akár a diákoktól? Esetleg van-e ez összefüggésben a kitüntetéssel, vagy változik-e, változott-e azóta? Semmiképpen annyit tudok csak erről hozzáfűzni, hogy nagyon örültek neki, és nagyon büszkék voltak rám, és tényleg mindenképpen csak ezt. Igazából pozitív visszajelzések, tehát egy ilyen mérési anyagot nem tudnék önnek mondani. A pozitív visszajelzés az az, hogy egy nagyon jó kommunikációs csatorna működik a szülők és a gyerekek közöttünk. Milyen visszajelzést kapnak a már végzett diákoktól? Tehát van-e annak valamilyen gyakorlata, netán intézménye is, hogy a korábban végzettek visszajárnak, elmesélik a tapasztalataikat, ne adj Isten, tanácsot adnak a
a középiskola választáshoz a most oda járóknak? Folyamatos a visszacsatolásunk, tehát ahogy ön említette, folyamatosan visszajárnak a diákjaink, nagyon szeretik az intézményünket, nagyon szeretik a kollégáimat, a tanáraikat, a volt tanáraikat és a közösséget. Tehát nagyon szívesen vannak együtt a kisebb társaikkal, ugye kisebb osztályokba bemennek, segítenek és folyamatosan jelen vannak. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mennyire elfoglaltak, azért elég sűrűn, elég sokan visszajárnak. Köszönöm szépen, hogy eljött, még egyszer gratulálunk a kitüntetéshez, és további jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és önöknek is hasonlót kívánok.